köszöntöm a TAVI televízió nézőit, és köszöntöm a stúdióba Varga Zoltán urat, Marcali Város képviselőtestületének tagját és a 6-os számú választókerület képviselőjét. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és itt szeretném én is köszönteni a nézőket, illetve a Gombai település részlakóit elsősorban, de természetesen az egész városra, aki megnézi ezt a műsort. Hát Gombai településrész, nem egy egyszerű településrész. És akkor kezdjük is az aktuális témával, hiszen nagyon sok csapadék volt, hirtelen lezúduló csapadékok voltak, és a Gombai városrészben ez bizony évek óta sarkalatos probléma. Most hogy alakult ez, milyen teendők vannak, mit kellene csinálni? Hát igazándiból most ez tényleg nagyon egyszerre, és volt olyan nap, amikor ugye volt egy éjszakai, meg egy ugyanaznap délutáni esőzés is. Itt a Damjanics utcában hatalmas mennyiségű víz jött le, de ott még nem is volt akkor a probléma, ott át tudott folyni a Hegyalja utcában, ismét problémát okozott a csapadékvíz. Ott ugye vannak, tavasszal kitisztítottuk az árkokat, de sajnos vannak még olyan hidak, átereszek, amik nem teljesen lettek kitisztítva, ezért újra fel is szaposodott, tehát ott is probléma volt. Illetve a legnagyobb problémát azt a Noszlopi utca 80 és a benzinkút közötti terület a nyugati oldal lakók szenvedték el, mert gyakorlatilag ott szinte mindenkinek a kertjében állt a víz. Ugye ez egy óriási probléma ott, hogy a régi időkben, amíg még nem volt a benzinkút, több régi, aki ott lakik régebben, ők mondták, hogy még gyerekkorukban volt egy majdnem tó északi irányba Marcalitól, ott a jelenlegi Tesco-ba járatta szembe, és gyakorlatilag, ami az Árpád utcával lejött víz, az mind a északi irányba folyt el. Ugye most jelenleg megépült a tűzoltóság, ott van a Vámudvar, ott van a benzinkút, az egész terület ugye le van térkövezve, gyakorlatilag nincs szikkadása a víznek, és ugye ez a víz ez mindezen az árkon lefolyik az Árpád utcából, és sajnos a jelenlegi kialakítás szerint ez déli irányba, tehát a 80 és a 114-es számú házak közötti előtti árokba folyik el, és ezáltal sajnos ott meg az elvezetés nem bírja, és a járdán áthömpölyögve ugye bemegy az udvarokra. Tehát ez most jelenleg azt gondolom, hogy ők vannak a legrosszabb helyzetben, sőt még bocsánat, hogy kiegészítem azzal, hogy a hegy felől a szántásból is odafolyt hozzájuk a másik irányból, tehát nyugatról is, tehát ott a kertekben gyakorlatilag mindenhol állt a víz. De ez csak a kerteket veszélyezteti, vagy a lakóépületeket is? Hát igazából a kertek vannak legalacsonyabban, de hát voltak olyan házak, ugye mivel az utca felől jön be, tehát az egész történet végighömpölyög az udvarukon is, hát volt olyan ház, ahol az alap vízbe volt. Természetesen olyat nem emlékszem rá, hogy lett volna, hogy a lakóházba bement, de garázsokat, pincéket sajnos ott én úgy tudom, hogy néhány lakóingatlan esetében elöntött a víz. Ez tavasszal is gondot okozott az olvadáskor, vagy inkább ilyenkor csak a hirtelen nagy eső van? Hát ha úgymond csendesebb eső van, akkor nincs ekkora gond. Itt az a baj, hogy amit az előbb említettem, főleg az Árpád utcából, ami hirtelen az összegyűlik és egyben lefolyik víz, azzal van igazándiból a nagy probléma, hogyha nagyon sok jön egyszerre. Hát az olvadás, mivel olyan nagyon-nagyon nagy hó nem volt az idén, tehát ez nem lehetett szerintem ennyire észrevenni. És ugye a másik, ami gond, hogy körülbelül ott az autószervizzel szemben van egy áttemelő, hanem egy szűrő és egy elfolyó, és annak a rácsozata sajnos mindig eldugul, és ha az eldugul, akkor ezekből az árkokból nem tud hova elvezetődni a víz, és az megint hozzátesz ahhoz, hogy befolyjon ezekbe az udvarokba sajnos. Most azért szakemberek ezt már megnézték, van valami teendő, vagy van valami terve erre, hogy mit lehetne csinálni? És ez annyira költséges, vagy ez mibe kerülne? Hát most annyi volt, hogy ugye ez a múltkori első, most mikor a probléma volt, akkor voltunk kint polgármester úrral, a GAMEZ vezetővel és az önkormányzat szakemberével, néztük a lehetőségeket, hogy mit lehet megtenni, tehát gyakorlatilag még jelenleg nem tudok beszámolni arról, hogy mi a megoldás. Az egyik az, hogy ennek a rácsnak az átalakítása, amit az előbb említettem, hogy az ne duguljon el, tehát hogy az nem függőleges lesz az a rács, hanem mondjuk egy 45 vagy 60 fokban megdöntve és egy pár méteren kibetonozva az árok, mert ebben az esetben a hordalék nem szorul neki a rácsnak, hanem úgymond a víz saját maga ki tudja emelni, hogyha nem függőleges, hanem ugye valamilyen dőlésbe kapja a vizet. És ha már itt megoldások,
Minden képviselőnél téma az utak, járdák állapota. Nálatok mi a helyzet a Gombai város részbe? Lesz-e rá lehetőség? Van-e olyan, ami sarkalatos, amit sürgősen meg kellene oldani, vagy amire igény mutatkozik? Hát én legfontosabb problémának a főutat látom, tehát ugye ez majd, hogyha a város átveszi az országos közútkezelőtől a belterületi szakaszát a volt 68-as útnak, tehát ugye a kerékpárút az megy az előbb említett szakaszon, ahol ez az esővel is probléma volt, és gyakorlatilag a benzinkútnál vége van, és ott mindenképp én azt gondolom, már javaslatot is tettem rá, hogy egy zebrád, vagy valamilyen módon egy kerékpáros és gyalog átkelőt kell csinálni, illetve a túloldalon ugye ott a Tesco-ig van még négy ház, tehát ott is meg kell oldani, mert gyakorlatilag nagyon keskeny a járda, tehát kerékpárútnak nem alkalmas, ugye, és a kerékpárút újra már a Tesco ingatlan előtti részen folytatódik, tehát azt a négy ház előtti részt is meg kell oldani. Ugye itt lehet, hogy több megoldás is van, hogy vagy a benzinkút előtt megyünk el tovább, és ott megy át a Tesco-nál, vagy átmegy már itt az Árpád utca végénél, viszont akkor ott a négy ház előtti részt kell valamilyen módon megoldani, hogy rendesen kerékpárútként és gyalogos útként is használható legyen. Útfelújítások, úgymond nagy beruházások nem történtek, de a Hegyalja utcában, hogy ott az árkot tisztította a Gamesz a tavasszal, illetve ott a Kisgombai utcában most volt egy kis murvázás, mert ott elég ilyen kátyus volt az az út. Elhagyatott épületek vannak-e a város részben, és állag megóvásra mennyi pénz van? Nem tudom, hogy például a Gombai óvoda vagy a kastély épületével valami pályázati forrás esetleg érkezik-e rá, vagy van-e tervben, hogy legyen? Hát én pont a Gombai óvodában most voltam a múlt héten ballagáson. Én azt látom, hogy ennek az óvodának az állapota, nem mondom, hogy nem lehet felújítani, mert mindenen lehet felújítani, de ebben a pillanatban nincs, azt gondolom, olyan égetően fontos feladat, ami miatt ez nem tudna üzemelni. Tehát a jelenlegi körülmények között is használható ez az ingatlan. A kastéllyal kapcsolatban ott ugye nagyon vártuk azt a pályázati lehetőséget, ami most igazándiból csak a Dózsa György utcai házak felújítására adott lehetőséget. Ugye ugyanezt gondoltuk, hogy itt is meg lesz a lehetőség, sajnos ez ebben a pályázati körben kiesett. Én nagyon bízom benne, hogy hát az önkormányzaton a szakemberek ezt figyelik a pályázati lehetőséget, és ha lesz, akkor tovább menve vagy folytatva a már megkezdett munkát, ezt az épületet is fel tudnánk újítani, és akkor az ott lakók jobb körülmények közt tudnának élni. Elhagyott ingatlanokat természetesen mindenhol vannak. Hát itt igazándiból az van, hogy nehéz sok esetben megtalálni a tulajdonost is, de hát az utcai részt azt a Gamesz amennyire lehet kezeli, de természetesen magáningatlanra bemenni az nem egy olyan egyszerű történet, tehát ezt majd döntést kell hozni, akár városi szinten már több ilyen is van, hogy hogyan lehet ebbe tovább lépni. És ugye az MHS épületét, nem tudom, mennyire sikerült berakni, régi vágy volt ugye, hogy kapjatok egy kis részt. Hát igen, ott sikerült azért kapnunk egy közel 50 méteres helységet az MHS épületéből. Hát most már harmadik éve is a költségvetési fórumokat ott tartjuk. Volt arról is szó, hogy esetleg majd az ilyen egyéb választások, egyéb dolgok is átkerülnek az óvodából oda, de ez jelenleg még nem történt meg. Mi magunk az idén például volt egy húsvét előtti rendezvény gyerekeknek, aminek azt gondolom, hogy nagy sikere volt, egy játszóház, kis ajándéktárgyak készítés, kis pogácsázás, teázás, nagyon jól érezte magát mindenki, aki ott volt, illetve hogyha ha bárkinek van olyan megkeresése, amivel, tehát a helységet, hogyha át szeretnék tőlük venni, akár csak egy napra, vagy egy rendezvényre, arra is van lehetőség, illetve ugye most már idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Gombai forgatag, és természetesen ugye ezt a területet, illetve ezt a helységet veszük igénybe ennek a megvalósításához, és reméljük, hogy az idén is nagy sikere lesz ennek a rendezvénynek, mert úgy éreztük, hogy ezt már azért igény, tehát már olyan hagyománya lett, tehát negyedik alkalomra már igénylik azt, hogy meglegyen ez a rendezvény. Honnan jött az ötlet erre a Gombai forgatagra? Mert már az első alkalom óta azért nagyon sok városlakót oda vonzott ez a rendezvény.
Hát igazából volt ilyen, ennek egy előzménye, tehát ugye már volt a Lengyelkertben is egy rendezvény, még korábban is, illetve az alapkoncepció az az volt, hogy régen volt olyan külön, hogy Gombai Bucsú. Ezt ha jól emlékszem, akkor ez a Jenő napi Bucsú volt, ez ilyen július első hetébe valósult meg, csak hát az ugye a templom és azon a környéken volt régebben, ahogy a régiek álmodása szerint hallottuk, csak hát én azt gondolom, hogy itt a főút mellett egy nagyobb területen, ahol infrastruktúra, minden megvan, igazándiból ezért hoztuk ki, mert sokkal több embert el lehet helyezni, hásik például előtte két nap járni, mert le van aszfaltozva, tehát úgy néz ki, hogy ez a terület egyelőre bevált ennek a rendezvénynek a megtartására, és ugye meg elég nagy is ahhoz, hogy elférjenek azok a vendégek, akik részt vesznek, illetve megtisztelnek bennünket ezen a rendezvényen. Az idejében is ugyanúgy lesz, hogy szokott, koncertek, főzés? Így van, hát a koncepció nem szeretnénk nagyon változtatni. Igazán a fellépőkben van egy kis változás, de a maga az egésznek a felépítése, tehát a gyerekeknek a légvár, pónilovaglás, egyebek, íjászat, illetve a vásározás és a főzőcsapatokkal egy kis főzőverseny. Illetve meg szeretnénk tartani ezt a hagyományt is, ugye mindenki először furcsálta a kamionos színpadunkat, de én azt gondolom, hogy nagy sikere lett, és teljesen jó be tudják lakni a fellépők is, már tudják, hogy mi hol van, hova nem szabad, hova szabad lépni, tehát azért teljesen megfelel is most már ennek a követelménynek. Ez az ötlet honnan jött, ez a kamionos színpad, mert fantasztikus. Mert nem volt más, tehát most igazándiból kerestünk erre lehetőséget, hogy hogyan oldjuk meg, mert ugye az a bajom nekem, hogyha van egy rendezvény, látom, és le van ragva tisztán ez a színpad, ami a városnak a mobil színpada, ha már meg akartuk rendelni a fedését, de a fedés olyan összegbe került volna, legalábbis akkor, amit kaptunk ajánlatot, hogy nem fért volna bele a költségvetésünkbe, és azért kerestünk másik lehetősége, és akkor gyakorlatilag a Raklap és Tüzé felajánlotta, hogy hát ők nekik van egy ilyen autójuk, vagy egy pótkocsijuk, amit odaállítanák, egyik oldalát megnyitjuk, és talán jól lenne színpadnak. Annyi volt, hogy első évben nem volt előtte a színpad, és azért a 2,5 méter az néhány fellépőnek kicsit keskeny volt, és azért már a második évtől úgy csináltuk meg, hogy a városi színpad elé lett ragva a pótkocsi színpadnak, és akkor így egy szinteltolásos színpad alakult ki a fellépők részére. És többen csak csiga alapú építménynek nevezik, ami épült az MHS épület elé, mi is az? Hát megmondom őszintén, ez úgy volt, hogy a művelősi háznak volt egy ilyen lehetőség, hogy valamit csináljunk ott azon a részen, és először egy órára gondoltunk, tehát azért is így indult el az alapja, hogy egy óra legyen, és egy virágóra, csak ugye ott a szerkezetre nem volt meg a keret, és igazándiból ezért lett egy úgynevezett virágóra belőle, és hát remélem, láttam ma reggel pont, hogy jöttem, hogy azért öntözik is rendesen, és gondozzák benne a virágokat, úgyhogy szépen nézett ki ma reggel például. Képviselő úr, hogy fog telni a nyarad? Itt a nyár mennyi munka lesz? Milyen terveid vannak? Hát most igazándiból a családdal megpróbálunk azért valahova eljutni, majd nyaralni. Most ugye dolgozom munkahelyen is, és hát ugye azért ott a városrésznek a dolgait is próbálom intézni, amennyire ez lehetőségekhez képest tőlem kitelik, és azt gondolom, hogy szép nyarunk lesz. Jó, hát most ha igazak a hírek, ugye Medárdkor esett az eső, akkor gyakorlatilag most egy szép esős nyarunk lesz, de bízom benne, hogy ez nem így fog alakulni. Én nagyon bízom benne, hogy szép, hosszú nyár lesz, és mindenkinek. És hát persze jött a fürdő, ugye hát most nem az én körzetem, hanem a Hosszú András körzete, de hát azért ott van a körzet határon, és én nagyon biztatok mindenkit arra, már múlt héten voltam benne, hogy azért látogassuk a városunk fürdőjét, mert nagyon szép környezet került ott is kialakításra. Köszönöm szépen, akkor én is csak kiváló nyarat tudok neked kívánni, köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Én köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmet, viszontlátásra!